szép jó napot, kedves barátaink! Mint ahogy ígértük, a szarkok alá kijöttünk. Folytatjuk azt a harcot, amit elkezdtünk a jófülöztővel kapcsolatban, hogy hallám mi is a vége ennek. Közben találtunk egy olyan szakit, amelyik évek óta pásztorkodott, és tudja ennek az egésznek a történetét. Nagyon az Isten! Szép jó napot! Kihez van szerencsén? Imre László. László úr, magyarázza el nekem, legyen szíves, így, hogy működött ez a jófülöztő? A jófülöztő az úgy működik, hogy ez lekiső kutó, van a lekiső... Igen? Oda fent, ahol be van kertelve? Igen, onnét töltödik felett. Igen? Ezt, ha feltöltötted, ott van, ahogy jár, lezárólik. Tehát itt nem, az feltel? Azután te fel, ha oda bent lezárd a likot. Igen? Az, amiben megvan állva jelenleg igen, a... Igen. Ez úgy működik, innét 4 méteres hosszúságba lészák, körbe lészák, és így a lyuk mennek át. De ide mennek, erőfelül lesz... Nem mennek, szöknek. Szöknek, lentről főfele. Igen, ez így van. Azon, ami kicsi jó, kicsi füröztő, mert úgy mondtuk mi. Igen, az a kocka, igen? Igen, az meg hogy hiá? Láfűröztő. Láfűröztőnek aztán adik. Jó, ennek vagy a leve... Ennek a lyuknak a lábai ne... Rendben, ezen a likon gyűföl, ugye? Mert látom, most jelenleg folyik. Nem tudom, a kamerán keresztül folyik. Mennyi... Ha eldugod oda lent, akkor nem folyik. Tehát a kamerán keresztül látszik, hogy a víz, ez mondjuk ez tiszta víz most jelenleg, hogy hova folyik. Na menjünk, nézzük meg... Ez már nem tiszta. Nézzük meg, hallám, megszaboljuk mindjárt. Nézzük meg, hallám a... érkezőit ennek a kanálisát. Ez az, amit a mozgatjuk. Egy fa, ott van egy deszkalackó, hozz ide még. Hallám, kicsit boldogjuk meg ezt a vizet. Tehát effektíven abból a víz befolyik, itt szemmel lehet látni. Itt kijön, ez amit mondtuk. Most jelenleg is buborékon meg kell nézni. Azt tudni. Ez örökös lesz, ez a szennyezés. Né. Nézd meg. Tehát effektíven fentről, ami víz lejön, az itt mosódik ki. Itt szeme látható. És melyen hosszan lefelé. Amelyre az őd látszik, hosszan menjen lefelé. Tehát nem zárom ki, még most se, hogy a legnagyobb probléma innen van. De mindjárt utána nézzünk a következő film kockákon. Ez az aj. Tehát már nagyon... Szaga van-e? Szaga van-e? Hogy ne. Nézek, mik jönnek főte. Van-e szaga? Büdös. Most jelenleg is büdös, tehát ennyi. Nyenye, mit csináltál? Elmentem a Csíkszeredába a környezetvédelemhez, és állítólag ezt fogják orvosolni, ezt az egész problémát. Itt nem csak rólunk van szó, hanem még az unokáinkról is. Jó, ez be fogom szkenni, elhajtam, ugye főrakhatom persze, a kamerát. Persze, hogy úton minden meg van szennyező. Lassan-lassan megy a város fel. Tiszta fürösszögű. Ebbe békát nem találja, nem tiszta forrásból? Dehogy is, ez a kanál is az ülepítője. Ülepítője. Állítólag a polgármesteri hivatal fogja... Igen, hozzá tartozik, a hivatalhoz tartozik. Egy normális vízből ilyen nem jöhet fel. Még nem is kavartuk meg az alját úgy, hogy... És ez lassan mosódik bele, és melyen bele. Tehát a bakteriális fertőzés innen van, mese nincsen, tehát innen kell, hogy legyen. Más nem kaptam ilyenféle kutat a környéken. Olyan, mint a vulkán. Itt gyertek le, apán! Itt vagy jóval, menjetek!
erre lejön a vízünk, hallám most a nyoma megvan, hogy mehet. Innen lehet látni még. Tehát ez az, amit mondtunk, hogy föntről a kútból, tehát a forrásból belefolyik abba, keresztül jön a betonon, bele a szűrőbe, és ami nem volt kipucolva, hosszú időn keresztül, mert ide még autónak nincsen fő. Nyomja lefelé. Állítólag megülettik, de én ismerem ezt a fajta ülepedést. A figyelmünket, ami nem kerülheti el, és ezt el kell mondjam pontosabban. Nálunk jelenleg még mindig úgy működik, hogy azelőtt 5 nappal le kell jelentsék, ha hatósági közeg jön ki vizsgálatra. Tehát azt jelenti, hogy szólok az elkövetőnek, hogy fiúcska, én jövök hozzád. Éppen nincsen elmondva neki, hogy legyen rendben minden. Tehát 5 nap alatt nyomokat még a szagmintát is el lehet tüntetni. Tehát röviden ennyit a történetről és a működéseinkről. Itt jól látszik lefele egész hosszan a víznek az útja, tehát amit sejtettünk tavasszal, nem tudtuk, szóval nyáron nem tudtuk megmutatni a szárazság véget, az most szemmel láthatóan meg lehet figyelni. Folyik a víz. Szépen az útja, ahol hosszan a nádas, tehát olyan apró kicsi ződek megvannak elevenen, azok mennek, kísérik a víz útját hosszan. Persze, ez se igaz. Tehát ne higgyenek a szemüknek most se. Nem a valóságot mutatjuk, nem a valóságot mondjuk el. Csak ez úgy kitaláltuk. Igaz-e, ura? Csak ki van találva az egész. Semmi probléma nincsen, és mint többször is mondtam, olyan világot élünk, hogy nálunk mindent meg lehet magyarázni. Nem megoldani, magyarázni. Folytatjuk. Köszönjük, hogy eddig is velünk tartottak. Isten áldjon Önöket!